ismét csípős reggelre ébredhettünk. A gyenge szél és felhőtlen égbolt együtt megtették hatásukat. Zabarban mínusz 8,1 fokig hűlt le a levegő, de szinte mindenhol fagyott, a déltől pedig sokfelé fehér is volt átmenetileg a táj. Mindeközben a ciklonok sem tétlenkednek. Észak felől vasárnap egy legyengült hidegfront, délfelől pedig egy erősödő mediterrán ciklon közelít meg minket. A két légköri objektum hatására vasárnap mind észak, mind délfelől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés így az ország középső, kelet-nyugati harmadában lehet. A hőmérséklet délután 4 és 8 fok között várható, mérsékelt vagy élénk északias szél kíséretében. Csapadéknak ekkor még kicsi az esélye, hétfőtől viszont véget ér az aszályos időszak. Több hullámban várható eső, illetve havas eső, hó is, ennek eloszlása azonban még kérdéses. A legfrissebb előrejelzések alapján hétfőn a Nyugat-Dunántúlon, a déli megyékben és a hegyvidéki területeken alakulhat ki legalább lepel mennyiségű hó, viszont mivel napközben a hőmérséklet 0 fok fölé emelkedik, ezért síkvidéken jó eséllyel olvad majd. A fő üzenet tehát, lesz havazás, de csak délen, nyugaton, a hegyekben, és csak átmenetileg, tehát még nem kell hótaposóért, hólapátért rohannunk.